Biztonságos utakon. Átadták ma a Nagykállót Újfehértóval összekötő, mintegy 13 kilométeres felújított útszakaszt. Változik a jogszabály, tovább szigorítják a tervek szerint a gyermekvédelmi törvényt. Még nagyobb hangsúlyt fektetnek a jelzőrendszer hatékonyságára. Vonatok ütköztek Záhonynál, a balesetben egy személyszállító vagon is felborult, ez volt az alapja a katasztrófavédelem és a MÁV közös gyakorlatának. Átadták ma a Nagykállót Újfehértóval összekötő, mintegy 13 kilométeres felújított útszakaszt. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A Sátoraljaújhely és Kisvárda közötti út egyik rövid megyei szakaszának kivételével november végére befejeződik a 2016. évi komplex útfelújítási program. Országszerte 69 milliárd forintos hazai forrás segítségével 173 helyszínen zajlott útfelújítás. A megyében az idei programban 45 kilométernyi út újult meg 5,4 milliárd forintból. Hatalmas forgalmat bonyolít a Nagykállót Újfehértóval összekötő 49-12-es számú főút. Ma az útszakasz 13 kilométeres részét adták át, amely nettó 900 millió forintból készült el. Több mint 8000 köbméter aszfaltot építettek be a vállalkozók, 3700 köbméter cementes stabilizációt és több mint 4600 köbméter sódert. Ez egy óriási mennyiségű anyag, úgyhogy látszik, az egy ilyen 13 kilométeres felújítás nagyon nagy anyagmozgásokkal is jár, és ezzel a felújítással a terveink szerint, hiszen ez egy tervezett, megtervezett felújítás, közép és reméljük hosszú távon is az, az út sokáig fogja szolgálni a közlekedőket. A felújításoknak köszönhetően még több térség elérhetősége javul, csökkennek az utazási idők, emelkedik a közúti és az autóbuszos közösségi közlekedés szolgáltatási színvonala. Fontos gazdasági összeköttetést biztosít ez az út. A gazdák nagyon örültek, mert hogy jó megközelítése van Újfehértónak, Nagykállónak, elég jó minőségi földek vannak az út mentén, és én úgy gondolom, hogy ez az út ahhoz is segíteni fog, hogy könnyen el tudjanak jutni majd Újfehértóról, Érpatakról a Nagykállói Ipari Parkba. Reméljük, hogy az ipartelepítés felgyorsul Nagykállóba. Most pedig, aki akar, az tud dolgozni Nyírbátorban, az ipari parkban. A komplex útfelújítási program keretében még 10 helyszínen zajlanak munkálatok. Az államtitkár a Nagykállói út átadóján elmondta, a kormány döntése alapján a program 2017-ben is folytatódik. A feltételes közbeszerzéseket már kiírták egy közel 100 milliárd forintos forrásra, 2022 végéig pedig 2092 kilométernyi gyorsforgalmi útja lesz Magyarországnak. Most 2463 milliárd forintot szeretnénk és akarunk is fordítani közútfejlesztésre, és ebben mindenképpen kiemelkedik az a tétel, amely hazai forrásokat jelenti, 1279 milliárd forint. Tehát a magyar kormány jól tudja, hogy a magyar emberek hál' Istennek felemelkedő és emelkedő pályán vannak, a gazdaságunk stabilan erősödik, és ezt teszi lehetővé azt, hogy ilyen összeget tudjunk vállalni és biztosítani a következő 6 évben nagyjából közútfejlesztésre. A tervek szerint már jövőre 96 kilométernyi utat újítanak fel Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 6,5 milliárd forintos keretösszegből. Tovább szigorítják a tervek szerint a gyermekvédelmi törvényt, még nagyobb hangsúlyt fektetnek a jelzőrendszer hatékonyságára. Január 1-től már összevonták a korábban különműködő gyermekjóléti és családsegítő szolgálatokat. Ezzel megszűntek a korábbi párhuzamosságok, az új intézmény integráltan végzi feladatait. Az átalakulás tapasztalatairól és a családoknak nyújtható speciális szolgáltatásokról tartottak tanácskozást a helyi család- és gyermekjóléti központban dolgozó szakemberek Nyíregyházán. Az átalakítás részeként megbontották a gyermekjóléti szolgálat eddigi homogén jellegét, mivel a szervezetnél rengeteg energiát és időt kötött le egyszerre ellátni a családgondozási és hatósági feladatokat. Járásonként létrehozták a járásközponti önkormányzati fenntartású család- és gyermekjóléti központokat, amelyek száma országosan 48-ról 198-ra emelkedett.
Ezek feladata a gyermekek védelembevételével kapcsolatos hatósági munka tervezése, a gyámhivatallal való kapcsolattartás és a speciális szolgáltatások biztosítása. Ami egy nagyon lényeges változás, hogy most már nem csak a központunk nem csak Nyíregyházán, hanem a járás további 14 településén is tevékenykedünk, mégpedig olyan formában, hogy a központ esetmenedzserei a hatósági feladatokhoz, hatósági jellegű feladatokhoz kötődően gyermekeink védelmében látnak el közösen feladatokat a településen tevékenykedő családsegítőkkel. A megyében az egyik legsúlyosabb gyermekbántalmazási eset Kislétán történt 2015 márciusában. Egy 5 gyerekes kislétai házaspár fűtetlen 2 négyzetméteres, világítás nélküli kamrában napokig tartotta fogva kislányát. Az ilyen esetek kivédésére erősítette meg a jogszabály a gyermekvédelmi jelzőrendszert. Talán a leghangsúlyosabb változás, és most is fog szigorodni ebben a jogszabály, az a jelzőrendszert érinti. Hiszen mint család és gyermekvédelmi központ jelzőrendszert kell, hogy működtessünk. Én azt gondolom, hogy itt a járásban, a megyében egyébként nagyon jól működik a jelzőrendszer a gyakorlatban. Az intézményvezető elmondta, a gyakorlatban gyorsan tud reagálni a központ egy-egy gyermekbántalmazásra vagy krízis helyzetre. A 65 dolgozóból 24-en tanácsadó esetmenedzserekként tevékenykednek. Augusztustól felújítás miatt átmenetileg bezár a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Szolgálat Körte utcai székhelye. Az ügyfeleket ideiglenesen a Tűzoltó utca 1 szám alatt fogadják. Az intézmények demokratikus működését és a sajtószabadságot is biztosítani kell Magyarországon, hangzott el az MSZP Nyíregyházi tájékoztatóján. A párt megyei alelnöke Csabai Lászlóné kiemelte, arrogancia jellemzi a mostani kormányt és annak döntéseit, így sokszor sérül a demokrácia. Tukacs István hozzátette, ezért is készül az MSZP egy úgynevezett demokrácia csomaggal. Demokrácia csomagot fogunk benyújtani a parlamentben, ami azt jelenti, hogy olyan törvényeknek a javaslatait, amelyek helyreállítják a demokratikus intézmények működését és a sajtószabadságot. Ez a népszabadság megszüntetése idején nagyon fontos. Mindig a remény győz a tapasztalat felett, tehát úgy gondoljuk, hogy ha benyújtjuk is, nem sok reménnyel tehetjük ezt, de mégis azt mondjuk, hogy meg kell mutatni, hogy mi milyen Magyarországot akarunk. Vonatok ütköztek Záhonynál, a balesetben egy személyszállító vagon is felborult. Ez volt az alapja a katasztrófavédelem és a MÁV közös gyakorlatának. A feltételezés szerint többen megsérültek a vagonban, 2 pedig alászorultak. A látványos gyakorlatban többek között a mentőszolgálat munkatársai és záhonyi diákok is részt vettek. Évente közel 100 vasúti baleset történik hazánkban, ide sorolják a kisebb mozdonytüzeket és azt is, amikor autó ütközik vonattal. A MÁV területi vasútbiztonsági vezetője a gyakorlat előtti tájékoztatón elmondta, idén eddig 11 közlekedő vonattal történt baleset. A helyszínelés, a mentés elhárítás az rendkívül hosszadalmas, és azt tudni kell, hogy a személyi vonatok elég sűrűnködnek. Például ezen a vonalon is naponta 53 személyi vonat közlekedik, és egy másfél-két órás helyszínelés, mentés elhárítás komoly akadályt és bosszúságot okoz az utasoknak, mert nem érik el úti céljaikat. Ezért is fontos a MÁV szoros együttműködése a hatóságokkal és a közös gyakorlatozás. Magyarországon viszonylag kevés az az esemény, ami ezen a területen megjelenik, de nem mondhatjuk azt, hogy példanélküli, hiszen gondoljunk akár a monori néhány évvel ezelőtti balesetre, ahol személyi sérüléssel járó vonatbaleset volt, vagy gondoljunk akár tehervagonoknak a kisiklására. Tehát mindenképpen fontos, hogy ezt a területet is kézben tartsuk, és a tűzoltóinkat felkészítsük arra, ezekre az eseményekre, azokra a feladatokra, amelyek ezeknek az eseményeknek a felszámolásával jár. A gyakorlat feltételezése szerint vonatok ütköztek Záhonynál, a balesetben egy személyszállító vagon is felborult. Kiérkezés után mentésvezetővel vegye fel majd a kapcsolatot, illetve várja a kiérkező egységeket. A felborult vagon alá 2 szorultak be, csak egyikük élte túl a balesetet. A sérültet a mentőszolgálat munkatársai vitték kórházba. A feltételezés szerint az összeütközött vonatokon több utas is megsérült. A gyakorlat úgy lett élethű, hogy a statiszta diákok még művérrel is bekenték magukat.
Az Álmanyi Középiskola diákjait kértük fel, hogy segítsenek statiszta szerepe eljátszásával. Van közöttük, aki könnyű sérült ez, de lesz, aki sajnos súlyos sérült szerepet is el kell, hogy játszon. Nem sajnos, hiszen örülnek a gyerekek ennek a feladatnak. Ők egyébként közösségi szolgálat teljesítés keretében csinálják most ezt a feladat végrehajtást. Emelő, feszítő és vágó berendezéseket is használtak a gyakorlat során a szakemberek. Olyan eszközök ezek, amelyeket nem használnak minden balesetnél. Paprikát szedett, 20 fogva tartott ma délelőtt egy napkori ültetvényen. A jóvátételi munkáról hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. A mindennapjainkat átszövő digitális gondolkodásmód kialakulását ismerhették meg az érdeklődők Szepesi Béla előadásán keresztül a Józsa András Múzeumban. A grafikus művész idén májusban védte meg habilitációs dolgozatát, amelyben ezzel a témával foglalkozott. 2,5 hét szünet után szombaton ismét bajnoki meccset játszik a kisvárdai női kézilabda csapat. Az NB1 tabelláján 2 győzelemmel és 3 vereséggel 8. helyen álló együttes, az azonos mutatóval rendelkező, jelenleg 7. Siófokhoz látogat. Paprikát szedett, 20 fogva tartott ma délelőtt egy napkori ültetvényen. A megyei büntetés végrehajtási intézetnek az egyik helyi gazda ajánlott fel 3 hektár területet. A 15 mázsa leszedett zöldséget karitatív célokra ajánlják majd fel. Ez nem egyedi eset. A börtönbüntetésüket töltőknek egyre gyakrabban szerveznek hasonló, úgynevezett jóvátételi programokat, amelyek nem csak a társadalom, de a fogvatartottak számára is hasznosak lehetnek. Kora reggeltől dolgoztak a rabok napkor külterületén, egy helyi gazda ajánlotta fel számukra az ültetvényt. 3 hektáron dolgoznak, kápia paprika ültetvény van, megcsipte a fagy. Nekünk ilyen pillanatban ezt már nem érdemes napszámosokkal leszedetni, ezért felajánljuk karitatív célokra. A kedvezőtlen időjárás ellenére is dolgoztak a fogvatartottak. Reggel 9 órára már több zsáknyi paprikát szedtek össze. Nem egyedi eset volt a mai. Drotán Zsolt börtönparancsnok elmondása szerint egyre gyakoribb, hogy ki tudják vinni a rabokat az intézet falain kívülre. Ez a munka a társadalom és a fogvatartottak számára egyaránt hasznos. Korábban dolgoztak már az állatkertben és a megyeházán is. Ezekre a feladatokra minden esetben önkéntes alapon jelentkezhetnek. Megkérdeztük a fogvatartottakat, működik az intézetben büntetésvégrehajtás berkein belül egy úgynevezett jóvátételi program, amelynek az a lényeg, hogy a fogvatartottak társadalomnak hasznos munkát végeznek teljesen díjmentesen, önként, felajánlva a munkájukat. Megkerestük a tisztelőki intézetet is, hiszen a megyében 2 büntetésvégrehajtási intézet is működik, és a tisztelőki fogvatartottak és a mi a nyíregyházi fogvatartottjaink is önként jelentkeztek. Ez közel 20 főt jelent. A fogvatartottaknak ez az önkéntes munka nem jár olyan előnnyel, ami számítana az intézetben. Mindenki teljesen ingyen dolgozik, legtöbbjük azért, hogy ezzel is kompenzálja a korábban elkövetett bűncselekményeit. Jóvátételi munkára jelentkeztünk önkéntes alapon, amit parancsnok úr szervezésével sikerült nekünk ide kijutnunk, amit szabadidőnkben végzünk, és úgy gondoljuk, hogy ezzel a társadalomban való visszailleszkedésünk talán sikeresebb lesz, és egyrészt nem vagyunk bent az intézet falai között, másrészt ez lelkiépülésünket is segíti ezzel, hogy mi itt vagyunk, és dolgozhatunk a szabad levegőn. A 20 fős csapat reggeltől kora délutánig dolgozott a napkori ültetvényen. A börtönparancsnok szerint a lelkesedésük miatt általában 2-3 napi munkát is sikerül egy délelőtt alatt elvégezniük. A mindennapjainkat átszövő digitális gondolkodásmód kialakulását ismerhették meg az érdeklődők Szepesi Béla előadásán keresztül a Józsa András Múzeumban. A grafikus művész idén májusban védte meg habilitációs dolgozatát, amelyben ezzel a témával foglalkozott. A bemutatásban olyan robotokat, önműködő szerkezeteket és androidokat ismertetett, amelyek az ókortól egészen napjainkig előfordulnak. Téves elgondolás, hogy a robotok, androidok és önműködő szerkezetek a modern világ szövevényei, közölte Szepesi Béla. Az első számolóeszköz még időszámításunk előtt 2000-ben megjelent, amellyel már bonyolult műveleteket is végezhettek, az első android pedig az időszámításunk előtti első ezredév Kínájához köthető.
Manapság a hirdető táblákon keresztül a mobiltelefonokig mindent a digitális gondolkodás múlt sző át, tette hozzá a grafikus művész, amelynek szintén több száz éves múltja van. Ennek ezer éves előzményei vannak, sőt, akár azt is mondhatnám, hogy egészen az ókorig nyúlik vissza. Hiszen már akkor is léteztek olyan szerkezetek, amelyek valamilyen formában programozhatók voltak. És hát ebből a nagy sokszínűségből a 20. századra egyre inkább letisztultabbá vált ez a programozó gondolkodásmód. A Nyíregyházi Egyetem Vizuális Kultúra Intézetének intézményvezetője habilitációs dolgozatában foglalkozott a témával, amelynek másik fővonala az volt, hogy ezek a változások milyen hatással és hogyan jelentek meg a képzőművészetben. A számítógépes grafika inkább a programozók számára volt fenntartva, és igazából a 80-as, 90-es évekből vált általánosan elterjedté, amikor már a normál Windows alapú felhasználók is tudták ezeket a programokat működtetni. És hát innentől kezdve nincs megállás, mert a grafikai tervezésnek, beleértve az épülettervezéstől elkezdve a szobrászat, a festészet szinte minden területén, ha nem is vált egyeduralkodává, de meghatározó jelentőségű lett. Az előadáson sok más szerkezet mellett például 9. századi kínai automata fuvalát, több mint 1000 éves hidraulikus bábszínházat, valamint 12. századi arab programozott játékokról is hallhattak az érdeklődők. Két és fél hét szünet után szombaton ismét bajnoki meccset játszik a kisvárdai női kézilabda csapat. Az NB1 tabelláján két győzelemmel és három vereséggel 8. helyen álló együttes, az azonos mutatóval rendelkező jelenleg 7. Siófokhoz látogat. Egy hosszabb bajnoki szünetnek a jó szériában lévő csapatok általában nem örülnek, míg a gödörben lévők nem bánják, hogy van idejük a sorok rendezésére. A kisvárdaiak számára az Albafehérvár legyőzése után jött a szünet, egy kupafordulóval, amelyben Orosházán 26-22-re győzött és tovább jutott Kovács Péter együttese. Mivel a várdaiakhoz rengeteg új játékos érkezett a nyáron, a csapatépítés szempontjából nem jött rosszul a pihenő. A kezdő csapatból, tehát a 6 kezdő játékosból 3 nem velünk kezdte a felkészülést, és a legnagyobb deficit az ugye Marina Dimitrovicsnak van, aki kb. 10 napot edzett eddig velünk, tehát mindenképpen szeretnénk építeni egy csapatot. Továbbra is, és hát mondjuk nekünk ilyen szempontból nem jött rosszul a bajnoki szünet, de ez a két, ez majdnem 3 hét, hiszen szerdán játszottunk a Fehérvár ellen. Viszont hát annyit, hogy mondjak el a bajnokság kritikájaképpen, hogy hát igazából ez a ritmus, hogy van egy hét, amikor 3 meccsünk van, 2-3 hétig nincsen meccsünk, ez senkinek nem jó. A kisvárdai együttesben a magyarok mellett 8 különböző nemzetiségű játékos szerepel. A csapatkapitány szerint mind a pályán, mind az öltözőben egyre inkább megtalálják egymással a közös hangot. Angolul próbálkozunk, de igazából egyelőre még a kézilabda a közös nyelv. Én úgy érzem, hogy telnek a napok, telnek a meccsek, edzések, egyre jobban összeszokunk, egyre jobban összecsiszolódunk. Én úgy gondolom, hogy jó kis csapat lesz itt. A kisvárdai csapat a következő fordulóban a Siófok otthonában lép pályára. A Siófok tele van jó játékosokkal, tehát ott is aktuális magyar, illetve külföldi válogatottak vannak, például 2 olyan francia válogatott, aki néhány hónap ezelőtt az olimpián, ugye ezüstérmet szerzett, illetve hát 2 magyar válogatott, Erdős Hildi és a Krisztián Tiscsok, az kiváló kézilabdázó, egy tunéziai volt, már magyar lett, nagyon-nagyon jó válogatott beálló, illetve hát a kapuba is egy sokszoros válogatott junior, illetve felnőtt válogatott kapusára Pajsor is mellett a személybe. Én azt mondom, hogy kimondott egy jó csapatról van szó. Hát küzdeni fogunk. Az NB1 tabellájának élén a Győr áll 5 győzelemmel, megelőzve a szintén 100%-os Dunai várost. A Siófok a 7., a Kisvárda pedig a 8. helyen várja a szombati találkozót. Egy hónap szünet után ismét bajnoki mérkőzést játszik a Nyíregyházi Teke klub együttese. A Szuperligában még pont nélkül álló NTK szombaton az Ajka Kristályese csapatát fogadja. 5 forduló után még pont és sikerélmény nélkül állnak a Szuperligában a Nyíregyházi tekézők. Az első 4 fordulóban nem is számított pontokra az NTK, mivel a sorsolásnak köszönhetően élcsapatok ellen léptek dobó állásba szlovenszkijék. A Szegvár elleni idegenbeli meccsen sem sikerült a bravúr, így a csapat a tabella utolsó helyén töltötte a 4 hetes bajnoki szünetet. Ezt az időt formájuk javítására igyekeztek felhasználni a játékosok.
Játszottunk a Kazinc Balcika NB1-es csapatával egy edzőmérkőzést idehaza, ezzel is próbáltuk kizökkenteni a csapatot a rossz szériájából. Hozzáteszem, hogy nem a legerősebb összeállításba jött a Kazinc Balcika, de attól függetlenül voltak jó párharcok, és számunkra mindenképpen a csapatfára kellett odafigyelnünk, ahol azt lehet mondani, hogy a 3300 fa felett teljesített nyíregyházi csapatfa mindenképpen biztató. Bízunk benne, hogy ezt még néhány fával sikerül majd megfejelni, és úgy satszoljuk, hogy egy olyan 3350 fával már csapatfában is sikerül majd legyőznünk az Ajka együttesét, de mint tudjuk, az már egy másik mérkőzés lesz. Nagyon bízom benne, hogy csapatszinten össze tudjuk szedni magunkat. Most már több játékosunk is látszik, hogy egyre jobb és jobb formába lendült. Gondolok itt a Szlovenszki Tiborra, a Hakker Dezsőre, illetve a Kastura Zsoltira, és mindenképpen bízunk benne, hogy a többiek is oda tudják majd tenni magukat. A nyíregyházi játékosokon most már ott a győzelmi kényszer, ennek ellenére meg kell szerezni első pontjait a csapatnak. Egy olyan Ajkát fogadunk majd, akivel egy kikimérkőzést tudunk ide haza vívni. Hozzáteszem, hogy ők egy év pihenő után újra visszajutottak a Szuperligában, akkoriban már sikerült őket legyőznünk ide haza, úgyhogy mindenképpen azt lehet mondani, hogy mi vagyunk a meccs várományosai, de természetesen nagyon nehéz mérkőzés vár majd a csapatra. Öt fordulót követően négy csapat, a Lépcelak, az Alaegerszeg, a Szeged és a Győr 100%-os a Szuperligában, míg a Nyíregyháza mellett a Kaposvár és a Vasasszonyfa sem szerzett még pontot a bajnokságban. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Átadták ma a Nagykállót Újfehértóval összekötő mintegy 13 kilométeres felújított útszakaszt. A Sátoraljaújhely és Kisvárda közötti út egyik rövid megyei szakaszának kivételével november végére befejeződik a 2016. évi komplex útfelújítási program. Országszerte 69 milliárd forintos hazai forrás segítségével 173 helyszínen zajlott útfelújítás. A megyében az idei programban 45 kilométernyi út újult meg 5,4 milliárd forintból. Tovább szigorítják a tervek szerint a gyermekvédelmi törvényt, még nagyobb hangsúlyt fektetnek a jelzőrendszer hatékonyságára. Január 1-től már összevonták a korábban külön működő gyermekjóléti és családsegítő szolgálatokat. Ezzel megszűntek a korábbi párhuzamosságok, az új intézmény integráltan végzi feladatait. Vonatok ütköztek Záhonynál, a balesetben egy személyszállító vagon is felborult. Ez volt az alapja a katasztrófa védelem és a MÁV közös gyakorlatának. A feltételezés szerint többen megsérültek a vagonban, ketten pedig alászorultak. A látványos gyakorlatban többek között a mentőszolgálat munkatársai és záhonyi diákok is részt vettek. A Kölcsei Televízió iradóját látták október 26-án szerdán. Friss hírekkel legközelebb, holnap este várjuk Önöket. Műsorainkért és további hírekért addig is látogassák honlapunkat. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk. Az átvonult hidegfront mögött változó, többnyire alacsony nedvesség tartalmú, néhány fokkal hűvösebb levegő áramlik a Kárpát-medence fölé. A több napsütés ellenére gyengül a nappali felmelegedés. Éjjel gyengén felhős idő várható csapadék nélkül, az északkeleti szél még sokfelé élénk marad. Reggelre általában 3 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben változóan felhős lesz az ég, általában több órás napsütés várható. Esőre nem kell számítani, az északi szél mérséklődik. Délutánra 10 fokig emelkedik a hőmérséklet, hideg fronti hatás van térségünkben. Október utolsó, illetve november első napjaiban a változó felhőzet mellett általában több-kevesebb napsütésre is számítani lehet. Számottevő csapadék nem valószínű, hétfőn fordulhat elő egy-egy zápor. Éjszakánként elsősorban a szélvédett, tartósan derült tájakon fagypont alá süllyed a hőmérséklet. A csúcsérték 10 fok körül alakul, szombaton lesz kicsit melegebb.